Sziasztok, Zozóka vagyok, folytatom tovább a Phantom Liberty játékot. Oké, gyorsan két, pár info, nem tudom hány, mindegy, kettő, három. Egyik az, hogy megnéztem a Menekülés New Yorkból című filmet. John Carpenter rendezte, Kurt Russell játszik benne, és basszus, tudja, hogy nem a megjelenéskor néztem meg, mert 1981-ben jelent meg a film. Tudja, hogy akkor én nem láttam. Tehát valamikor később néztem meg. Megnéztem most újra, hát igen, maradjunk annyiban, hogy csak úgy nagy vonalakban mondom azt, hogy így emlékeztet az a film ennek a DLC-nek a történéseire. Oké? És ami a röhely, tehát 81-es ez a film. Egyrészt a fiatalak kezeljék ez fenntartással, hogy most mennyire jó ez a régi film, vagy rossz, mindegy. Én meg tudtam most nézni, és viszont ami az érdekessége az az, hogy a Menekülés Los Angelesből az 1996-os, több mint 10 évvel később készítették el a folytatását, a második részét, nem tudom, mindegy. Azt még nem néztem meg. Illetve a játékon még állítottam. Most megint. Megnézzük, hogy milyen lesz. Jó, és akkor tovább, így van. Megnéztem, ugye megvágtam két videót, felvett videót, és akkor mindig visszaszoktam ellenőrizni, hogy mindenhol jó-e a hang, kommentár hangok aránya, meg a játék hangjának az aránya. Hú, basszus, jó szétszórt voltam abban a két, vagy mindegy, aznapi videó felvételeknél. Ja, de mondom, hogy tehát így láttam, hogy lejött a játék, és már nyomtam, azért installáltam fel a felvevő programot, és már jöttem játszani. Tehát ennyi. De persze úgyis én szétszórt leszek. Oké, maradunk annyiban, hogy ki tudja, mit találhatsz. Ácsi. De nem ácsi, nem, menjünk. Jó, menjünk most ezzel a kocsival. Mind a négy kereke forog el? Aha. Mert olyan nagyon, ahhoz képest, hogy ez egy páncélozott jármű, így nagyon mozgékonynak érzem. Hát te mit csinálsz, tökikén? Genyók leszünk. Oké. Mit akartam mondani? Tehát mindent, hogy nagyon fitkosnak... Ács! Basszus. Nagyon fitkosnak érzem a kocsinak az irányítását. Majdnem elgázoltak minket. De mindegy, mi vagyunk a hülyék. Fölveszem ezeket a cuccokat, mert ugye egyrészt el akarom adni. Majdnem abba szálltam be, de ez a miénk. Mert egyrészt ugye el akarom adni, másrésztől pedig... hát majd lehet, hogy szét kell szedni. Jaj, tudom már, hogy mit kell nézni. Ácsi, nézzük meg, hogy a térképnek a beállításai megmaradtak? Így van, megmaradtak. Jó. Nem tudom, lehet, hogy ahhoz is hozzányúltam így videón kívül. Játszottam egy picit a játékkal. Csak felvételt nem készítettem róla. Leginkább próbálkoztam a grafikai beállításokkal, stb. Oké. Annak fogok utána nézni, hogy őrület, de tehát itt most nekem a tévé, ha megnyomom a... Bocsánat! Hülye. Az info gombot, akkor nekem itt 4K... Nem felbontás, hanem ilyen kijelzőt ír ki. De ugye bemegyek a játéknak a beállításaiba, és nem tudok 1080p-nél magasabb felbontás beállítani. Utána kell néznem, hogy ez mi a büdös francért van. Mert azon gondolkodok, hogy oké, nem akarok én 4K-ban játszani, meg fölvenni. Habár szerintem bírná a videókártya, de mindegy, maradjunk inkább azt ennél szolidnál. De viszont egy 2K-s felbontást beállítanék. És akkor, tudjátok, még élesebb lenne a kép, mert
nekem most így néha egy picit, pláne az arcoknál, hogy úgy... tehát, hogy így egy picit így... Mintha ilyen, ugye még ez a ezer... Tehát, hogy felskálázott lenne ez a rész, ez a felbontás. Maradtunk, vagy maradok a Intel-es Super Samplingnél. Mert még, én még mindig azt mondom, hogy az jobb eredményt produkál, mint a FSR. 2.1, ugye? És nekem az szelleme... Szememnek kellemesebb... Ó, basszus gyerekek! Ó, ez a videó is ilyen lesz, ahogy nézem, hogy... Hogy egy őrület, hogy nem tudok szavakat kiejteni rendesen. Ja igen, és ugye azt láttuk már, hogy Pacifikában így megváltozott ott a környezet, ha nem is egész Pacifikáról van szó. És biztos, hogy ugye a játéknak az elején kocsival fogok közlekedni, és nem gyors utazással, mert arra vagyok kíváncsi, hogy itt Night City-nek ennek a úgymond érintetlen területén is lesz-e bármi új. Erre vagyok kíváncsi. És nem fogunk gyors utazni, hanem kocsival fogok menni, és figyelem a környéket. Olvasd el Fred edző üzenetét. Ácsi, akkor álljunk meg. Fred edző, megint lesz valami box küldetésünk? Azt se tudom amúgy, hogy ez a karakter. Rel, ezzel megcsináltam-e a... Biztos, hogy megcsináltam szerintem a boxos küldetéseket. Csak hogy milyen eredménnyel? Mert ugye valamelyik múltkori részben néztük, hogy igazából nincsen már semmilyen küldink a karakterrel. Tehát azt is biztos, hogy megcsináltam, csak nem tudom milyen eredménnyel. Na nézzük, hogy van a kedvenc Night City-i legendám? Mióta PP-vel vertél, minden kihívott kurva élet a városban, talán segíthetnél egy másik boxolónak. Ó, akinek még van hova fejlődni, a cimborámról, Aaronról beszélek. Egy megbízható emberre van szüksége, beszélnél vele? Természetesen igen. Haha, nem legend, de csak egy ember, meglátom mit tettek. Fred edzőgépe. Így kell, ezt megígértem a srácnak, hogy küldök valakit. Aki tudja, mit csinál, és az összes cimborám közül te vagy az egyetlen, aki szóba jöhetett. A kutya vermi kültéri boxingben találod Aaront. Jaj, oké. Jó, nem tudom, mi lesz ez. Akkor lehet, hogy mégsem boxolni fogunk. Várjatok egy picit. Tehát napló. Így van, tehát látjátok, semmilyen küldünk nincs boxos. Tehát tudti, hogy... Itt van valahol, csak basszus, ez kurva hosszú. Önfejleszt? Nem. Melyik volt a box küldetésnek a... Nem, önfejlesztés más, így van, más az önfejlesztés. Azt ugye én elvégeztem, csak most valami patch folyamán megint ugye lehetett fejleszteni. Erre jöttem rá ugye valamelyik videóban, az talán a legelsőben már. Basszus, hol van a... Mi lehetett annak a címe? Észesen veszem szerintem itt. Meg kurva hosszú. Á, jó, hagyjuk. Értetek, végig görgettem a listát, és lehet, hogy még itt se szúrom ki, mert a címére sem nagyon emlékszem már, hogy mi volt annak a box sorozatos küldetésnek a címe. Mindegy, hagyjuk. Sőt, még abban sem vagyok biztos, hogy egy néven volt elnevezve, vagy pedig mindegyik meccsnek más neve volt. Értitek? És ezt meg végig böngészni, meg kinyomozni. Ez mi a büdös ronc volt? Nem tudom, hogy lesz-e olyan küldetés, ahol majd rákényszerít arra a gép, hogy használjak olyan járművet, tudjátok, ami ennyire föl van fegyverezve. Ácsi. Nézzük meg körül egy picit, basszus.
Bocs, fiú, kerüljetek ki. El akarok majd menni ahhoz a piros füstfelhőhöz, ahol valami szállítmányt kéne nekünk leellenőrizni, csak nem tudom hol van. Lehet, hogy pont az épületek kitakarják. Ugye valamikor az előző videó végén volt erről szó. Ácsi, várjunk, állj, keresd meg Aaront. Átváltott a hülye küldetésre. Basszus, de jó, hogy észrevettem, gyerekek. Hoppá. Hoppá. Ahogy nézem, az autónepper és a leadópontot vettem ki, mert hogy az túl sok lett volna. Nem akarom, hogy teli legyen ugye a térkép ilyen ikonokkal. Átláthatóbb térképet akar... Basszus! Ez volt, amikor néztem a előző videó végén. Nem már, nézzétek már, mennyien küldünk van. Itt följebb... Följebb nem látok. Ilyen felkiáltó jeles küldit. Akkor legyen ő, mert ő esik útba. És hol van? Útszakaszpont követése. Ott is van egy, igen. Jó. Itt most lent négy ilyen van, amit itt hirtelen én látok. Megnézzük, fiú. Jaj. Orvérzésig nyomjuk a játékot. Orvérzésig. Ha emlékeznék arra a helyszínre, hogy ott mindig volt valami nagy csetepaté. Hát legalábbis több helyen volt ilyen. Basszus, az elég rondán van leparkolva. Oké, biztos, hogy jönnek még bugok a játékba, gyerekek. Pláne ilyenek. Tuti biszti szenzoni. Mint ahogy már találkoztunk is. Kiszállok ebből a kocsiból, és a jó öreg 911-es Porsche-t hívom elő. Vagy hívom ide. Jaj, itt helynek egy picit fitkós lenni az irányítás, és mindegy, ez nem zavaró. Maradjon így. Nagyon imádom ezt a kocsit, ezt annyira jó, hogy ezt így berakták, basszus. Nekem még a formája is tetszik. Jó, szálljunk ki. The bomb? The bomb of 2023-as bomba, azt meg tudjuk. Nem lehet interakcióba lépni vele, picit várunk. Hát, ha lesz olyan, ilyen proféta, vagy ilyen, mit tudom, kiabáló karakter, akivel lehet valami interakcióba lépni. Ugye, a Victorhoz közel lévő proféta az egyetlen egy végigjátásom alatt sikerült megcsinálni a küldetését. Jó, szerintem semmi. Szerintem semmi, fiúk. Tudom, hogy a végigjátszásom alatt... Ugye ott nem sikerült szerintem. A YouTube-os végigjátszásom alatt. Ott nem sikerült. El lehetett vele kezdeni az interakciót. Ácsi? V. Two NCPD officers are in need of rescue. And who but you could save those who are protected us. Ez lesz az szerintem, ahova megyünk. Itt szokott lenni. Now
these two little piggies went to market, struck a deal with one of Hansen's men, Dodger. What could go wrong, you think? Correct. Everything. Stella, the fiancé of one of our officers, will fill you in. Best of luck. Oké, de jó, van. van plusz infónk, jó? Mr. Hans. A meló célja hoz ki a rendőröket Dodger bázisáról. Helyszín Pacifica, korábbi NCPD őrs. Részletek! Vi, két rendőr is szorult helyzetben van. Valahogyan, ne kérdezd, hogyan, Hansen egyik emberének bázisán kötötten ki. Dodgerén. Egész pontosan ez a bázis egészen a közelmúltig egy működő NCPD őrs volt. Jó, ennyi. Oké. Ugye nem hagyod lógva az egyenruhás fiainkat. Telefonál? Nem kell telefonálni, meg ilyen hülyeség. Bezárás. Jó. Hát nem tudom, ez szerintem... Menjünk most közelebb, hogy lássam, hogy a arcok mennyire kivehetőek. Á, nem rossz. Lehet, hogy... Hát... Jó, mondjuk ugye elég nehéz azt mondani, hogy mennyire kivehetők az arcok, mert látom, hogy az a csóka is ilyen, hülye implant van a fejébe, meg mit tudom én. Jó, én azt mondom, hogy lehetne egy picit élesebb. Tudjuk, hogy oda bent van, engedjék szabadon. De most kit? Várj, kövessük már a fejleményeket egy picit. Kit miért tüntetnek? Az nem az. Nincs semmi bekiabálás, vagy valami ilyesmi? Hansen, you fucking shit stain! Hansen, te kibaszott szar. Come on then! A elnök miatt tüntetnek? Na, nem tudom, mindegy. Jó, ez nagyon jó szöveg, igen. Aliens elrabol... idegenek elrabolták a... Mi ez a családomat, ugye? Hát úgy írja, hogy a feleségemet és a gyerekeket segíts nekem ünnepelni, de görény, nem? Get in. What? Szállj be a kocsiba. Nincs ott senki. Onnan jön a hang. Ó, bébi! Jaj, már azt hittem, hogy valami bug meg itt, tudjátok, hogy nem látszik a karakter. Stella? Jaj, de hülye. Something the matter? Get down. Can't get spotted by Dodger's men. Jó, hát legyen. If it makes you feel better. Legyen. Listen, this is serious, okay? You don't mess with Dodger's people. Okay, sure. Jó. Oh! Pretty comfy, actually. Nagyon király. Mi fogunk beszélgetni? Need your help with my fiancé Bill and his buddy Charlie. They're trapped in the building across the street. Hans mentioned they're a Beyonce, both in CPD. Az akkor vőlegényt is jelent? Nem csak mennyasszony? Sometimes do side gigs around town. Wanted to cut a deal with Dodger, but things obviously went south. Jó, hát tudtuk, hogy kis simlisek voltak. Bill called me from inside. Said only that... And I quote, tutti bisti, it's bad. And if I don't get help, Dodger will paint the walls with their brains. Oh, basszus, bocs, még csak nyújtózkodom egy kicsit. Először a kékek. It's bad. Nothing else. It's really bad, Stella. Please get help. I love you. Sweet of him, but not really what I was after. When I asked what happened, érdekes, hogy igen, tehát, hogy miért a mennyasszonyától kért segítséget, miért nem arra egységétől. Jó, túl bonyolult egy rövid holóhíváshoz. So, Bill's your fiancé, Charlie's his partner. What else can you tell me about him? Bill.
Bill's a good guy. Nagyon úgy néz ki, hogy a Beyoncé akkor... He's like the big older brother that gets you into all kinds of shit. Okay, so we don't like Charlie. Look, Night City's turned all of us into who we are, but Charlie, he's a fucking magnet for trouble. Always has been. Jó, hát ennyi. So you, Bill, and Charlie are all badges with a whole precinct full of badge tombs at your back. But instead, you call him Merc. Dodger's not exactly a legit businessman. Can't call dispatch for this. They'll crucify us. Legyen utca gyerek. Back when I was a kid, used to see badges deliver packages to the Tigers. Worked out for everyone. Mostly. Till you run up against a guy like Dodger. A dealer with ties to Hansen? Tried to warn him, but they never fucking listen. Just please try not to wipe Dodger's men. You'll make things go from bad to worse. Take this access card. Dodger took over an abandoned NCPD precinct. Security systems are still up and running. Biztonsági rendszerek még működnek. Upside's a last gen NCPD. Most arra gondolok, hogy kamerák, tornyok, Blablablablabla, nem tudom, mi szokott ott előfordulni? Kimész? Kimész? Jó. Save them. Please. Jól van, hát biztos, hogy meg fogjuk őket menteni. Ez tuti biztos 100%. Juss be Dodger bázisára. És ha jól értem, akkor ezt megint rám van bizony, hogy hogy csinálom? Tudjátok, lopakodva, vagy kinyírok mindenkit, mi van nálam? Ugye nem kaptunk valami olyasmi üzenetet ettől a hülye pisztolytól, hogy mostantól fogva nem halálos fegyverként üzemel? Jó, megnézzük, hogy erre ez most mi lesz. Engem nem zavar, végső soron, most értitek. No problémo, ha ártalmatlaná teszi az ellenfeleket, úgyis jó. Na, minden esetre rakjuk el. És a... Overwatch van nálunk. Oké, ezt lecseréltem, így van, erre emlékszem. Így fejeztük be a videót talán valahogy. Vagy a videó végén elmentünk a apartmanomhoz. Juss be Dodger bázisára. És kaptunk valami belépőkártyát. Bargesztőrmester. Csinálunk egy pingelést? Csinálunk egy pingelést. Nézzétek! Még kis mini térképet. Jó. Pingeléseket nyomatni kell keményen. Nyissuk ki gyorsan. Info, beszélgetés. Itt van. Háttal vannak nekem. Most már nem. Négy van itt lent. Találd meg Billt és Charles-t. Menjünk beljebb. Csináljunk itt is egy pingelést a biztonság kedvéért? Ó, kicsikém, úgy van Zotya, pingeljét csak baszki. Az micsoda? Ott van. Biztonsági löveg. Nem él. De ugye azt mondta a nő, így van, és erre gondoltam is, hogy tudja, hogy rendőrösön vannak mindenféle ilyen hülye lövegek. Csak azt nem tudom, hogy... Tehát aki most ugye itt vannak a Kiket Hansen emberei, hogy, vagy nem, Digest emberei, hogy tehát, hogy ők irányítják ezeket a lövegeket is? Állítsuk be, hogy támogató üzemmód. Csak az a baj, hogy attól, nem tudom, hogy nem tudom, mindegy. Egyelőre ne baszkuráljunk semmit. Hopp, Ácsi! Ja nem, basszus, azt hittem, hogy itt lesz egy rész, ahol fölugorhatok. Azt hittem, hogy mondjuk, értek, fölül tartják őket fogva?
lent a pincébe tartják őket fogva. És gondolom ugye rendőrös, tehát lent vannak a cellák. És hogyha ugye valakit is fogva tartanak, akkor oda csukom be. Van optikai álcám. Azt lehet, hogy én most használni is fogom. Csak nem tudom, hogy menjünk. Hát mindegy, ahogy esik, úgy puffam. Ott van egy, azt... Azt tudod, hogy nem fogom tudni így kikerülni. Tehát azt valahogy ártalmatlanná kell tennem. Vagy akkor optikai álca. Hogy van? RB optikai álca. Megvan. Csupsz. Intézzük el? Lehet, hogy elintézem. Az a biztos, tudjátok, az a biztos. És nem halálos kiiktatás. Az a biztos, gyerekek, szerintem, hogy... Lehet, hogy harcra kerül a sor. Mert észrevesznek. Lebukok. Tök mindegy. Tényleg kamerák? Láttatok kamerákat? Rendőrösön nincsenek kamerák. Löveget láttam. Jó. Kamerákra kell még figyelni, ugye az még... lebuktathat minket. Az még lebuktathat minket. Használjuk a számítógépet. Ó, nincsen! Arra gondoltam, hogy vannak itt ilyen eszközök, ahol ki lehet kapcsolni a kamerákat, át lehet venni a kamerák fölött a irányítását, de nincsen. Üzenetek vannak. De szar, ezen még mindig nem változtattak? Ez nagyon zavaró nekem. Tudjátok, alig lehet látni a kurzort. Jesse Szarházi Turner. Mi van? Jesse Szarházi Turner? Na mindegy, nem tudom mi ez. Jesse Szarházi Turner. Ez lehet, hogy ez a neve vagy? Én nem tudom. Feladott Dodger. Címzett 28 users? Jó, körlevél? Az a helyzet, hogy meg kell találnom az ostoba faszt, aki lenyúlta a poromat. Jesse... Aha, jó, csak úgy van, hogy Jesse Turnernek hívek, és Jesse Szarházi Turner, értitek. Néhányan talán még emlékeztek rá, egyik futárunk volt régebben, lelépett NC-be a fehér csajommal. Szóval kérdezzétek meg a haverétek, hogy nem lehetek olyanok. Megtalált a kölyköt, jutalmat kap. Jó. Fosztogató Szilán. Feladó Andrew Spence. Mark Moon. Hé, szeresztem gyermek fel a Szilánkot a fosztogatóktól. Meg azt próbálkozni vele, valami Zetatech cégesé volt. Hassonnak hívták, hogy vagy micsoda? Nézd meg, mi van rajta, Cimbi. Meg lehet találni ezt a fosztogató szilánkot itt valahol? Jaj, és akkor ez még régebbi, Pacifica őrs átszervezése. Szerintem ez még a régiek voltak, így van. 2072. Feloszlatták, jó? Jó, oké, hát ennyi. Feloszlatták az őrsöt. Ez mi? Ez mi? Semmit nem tudunk vele csinálni. Ajtóvezérlő, gondolom. Valami ilyesmi. Basszus. Ott vannak cuccok. Ops! Visszatöltődött a optikánk? Vissza. Csak értitek, merre meneküljek, merre menjek? Kurva anyád. Bocs. Mi lenne, hogyha itt visszamennék, és... keresnék valami megpingelhető dolgot, amivel... amivel elvonhatom a figyelmüket. Pont nem látok itt semmit. Ő pedig... aha, ő pedig meg kiszúr engem.
Basszus. Aha, elmozdult, elmozdult. Arra lehet menni, ott a lift, ott a lift. Akkor RB. Ott a lift, jó, jó, jó. Egy csomó cucc van itt, basszus. Nem mindig jó amúgy célra vezető szerintem a lopakodás. Értitek, mert egy csomó jó cucc van. Most néztem így gyorsan, hogy... hogy így lehet, hogy megérni őket megtámadni. Megvárom, míg visszatöltödik a álca. Értek, egész komoly hekkelésem van, tehát hogy így elkezdem nyomni nekik a fertőzést, és szerintem az úgy egész jó lerendezi őket, mert itt most egy helyen vannak. Nyomjuk meg! Nyomjuk meg, fiúk! Nyomjuk a fertőzést! Nyomjuk a fertőzést, az a legjobb amúgy, szerintem most így. Jó, hamar föl derítettek. Ó, lehet, hogy nyilván nem volt jó ötlet? Ott vagy te rohadék, gyere csak. Rövid zárlat. Itt is van egy. Neki is rövid zárlat. Ó, basszus, azért a rövid zárlat nem nyírja ki egyből. Ugye az, valamelyik előző videóban mondtam, tehát hogy a... ha jól emlékszem, a 2.0-es patch-el jött az be... Oh, jönnek még. Csinálunk... Nem. Túl sokat szarozol Zotya, rövid zárva. Kifogyok a... Ez mi volt? Ők dobtak valami villanót? Még van valahol. Ott van. Csináljunk egy optikát. Aha, látjátok, most már nem. Nem a fejét veszik célba. De, akkor nem tudom. Mert a lábát vette célba, de valószínűleg, hogy a célkeresztem volt rossz irányba. Jó, hát ennyi. Na és akkor összeszedünk mindent. Megátkutatunk mindent. Jó, ide nem megyünk le, ez valószínűleg lefelé megy. Jó. Hú, basszus, oké. Kapcsolódás. ...55 BD 1C 55 55 BD 1C 55. Menjünk innen? Ott nincs BD, mi? De itt se nagyon tudok tovább menni szerintem. Jó, legyen úgy, hogy 55, BD, 1C, megint 1C, és basszus. Ezt elbasztam. Nem úgy van, hogy ilyenkor tovább megy? Na várjatok akkor. 55, nem, ezt elbasztam. Úgy emlékeztem, hogy ilyenkor tovább megy. Jó, mindegy, akkor hagyjuk a büdös francba. Jó. Jó. Ezt a mechanikát akkor elfelejtettem. Tehát én úgy emlékeztem, hogy ha valamit nem tudok elnyomni, akkor ugyanarra rányomok, és akkor tovább megy. De, mint ahogy láttátok. Mi, ó, mindegy, oké, elbasztuk. Tudom. Próbáljuk meg újra. Valami ilyesmire emlékszem pedig.
Vagy akkor újra előről kell menni, tényleg? Hát ez meg lesz. 1C. 55, ugye a legalsót akarom kiszedni. BD. Itt nem lesz meg a középső. 55-ös nincs. Na mindegy, akkor tök mindegy. BD. Jó. Megvan a utolsó. Nem mondjátok, hogy itt a tetőn is föl lehetett volna jönni? Vagy be lehetett volna jönni? Nem mondjátok! Hol? Mindegy. Tök mindegy, hogy hol vagyunk. Itt a tetőn is volt egy bejárat. Oké. Ez volt sokszor a előző Cyberpunk-os kandozásaim során, hogy ugye igen, tehát hogy nagyon sok módja volt, jó, hát legalább 2-3 módja, tehát a nagyon sokat ügyítsétek, hogy nagyon sok lehetőségünk volt bejutni egy bizonyos helyszínre, több ajtó, stb. És akkor itt is lett volna egy ajtó, igen. Jó. Mi most a legkézenfekvőbb után mentünk. Nem tudom, régen is valami, emlékszem, hogy van ott valami zavarom a hekkelésekkel, hogy most melyik tolja, mit, meg mire kell figyelni. Látszik, hogy már butulok. Csak mondom, én úgy emlékeztem, hogy... Vagy úgy emlékszem, hogy... Hogy... Hogyha rányomok újra arra, akkor az nem veszik el, hanem tovább lehet menni. Az is lehet, hogy nincs valami bekapcsolva nekem most a hekkelésnél. Ezzel nem tudok semmit sem kezdeni. Vannak itt azért jó cuccok, szerintem. Amit még egyszer mondom, szétszedek. Ez biztos, hogy szét fogom szedni. Most hogy is állunk? Ugye teljesen, emlékeim szerint, hogy van a hátizsákban? Igen, így van, emlékeim szerint teljesen lenulláztam ezt a legendás tárgyösszetevőket. Az a szerencse, hogy én úgy emlékszem, hogy ilyeneket lehet majd venni árusoknál. Tehát, hogy annyira nem kell görcsölni azon sem, hogy most szétszedünk tárgyakat. El lehet adni őket. Csak találjak majd olyan árust. Rá kell majd szállni az időt. De azt már elfelejtettem, hogy melyik árusnál vannak. Lehet, hogy valami fegyverárus kell nézni amúgy. Na, jól van. Összeszedtünk mindent, fiúk? Nem? De, sőt, itt van... Szilánk is. Nem lényeges szerintem, már látom. Ó! Mi az, hogy nem lényeges? Hogy a büdös francban lenne lényeges? Vállalati költségszámlázás, biztonság feltörése. Lehet, hogy nem lesz ugye az infónálunk érdekes, de viszont ez tapasztalati pont. No. E9. Azt tudom, hogy a puffert nem lehet túllépni, meg ilyen hülyeségek, értitek? Azt tudom. E9, 1C, azt látom, hogy ez tök egyszerű lesz megcsinálni. Összeg átküldve. E 10 euró dollár? Összeg átküldve. Pillanat. Kurva élet. Hogy Istenem. Itt vagyok. Bocsak, egyre többet viszked így a fülem, és tudjátok, hogy miért? Füles kell vennem, ugyanis tök jó ez a füles, őrítő, teljesen meg vagyok vele elégedve, nagyon szeretem. Van a fülesen, a füles párnáin ez a ilyen bőr, valami műbőr, ilyen bevonat, hártya. És az kurvára elkezdett
a használattól így leperegni róla. És most kénytelen voltam ilyen cellux-szal így leragasztani ezeket a részeket. Mert leveszem így a fejemről, és így hozzátapadnak a fülemhez, a fejemhez a... ezek a fekete bőrdarabok. És most értek, még ez is bizgirálja a fülemet, hogy itt van ilyen cellux. A kurvára dühítő, hogy csak emiatt kell vennem majd új fülest. Jó. Bocs. Kicsit dühítő. Látogatok a kibaszott NCPD-től, Megan Gray és Tina Dodger. Nem fogod elhinni, főnökét, Jaru jött erre a villogos kocsijukkal is. Kit hoztak el? Jesse Turnert, a kis szarost, aki lenyúlt a cuccunkat, és azt mondták, a rendőrség le se szarja a civileken. Pincében várnak rád a zsenákok és a kis geci is. Gondolom a vérdíjra utaznak, aha. Mondtam, hogy valamikor napközben erre jársz, azt mondták, van, hogy ők megvennek, szóval várnak. Csak valami mégsem jött össze. Ezt már láttuk. És a fosztogató szilánkról is láttuk. Jó. Csak itt megkaptuk az új infót, hogy miről is szólhat ez az egész. Basszus. Jó, ilyeneket nem veszünk föl. Viszont az ilyeneket igen, nem? Van. Ott is van valami. Ott is van valami. És akkor várjátok, még körbe nézek. Ez mi a büdös franc? Nézzétek csak. Nem, ez az pedig. Ezzel semmit nem tudok csinálni? Láda. Tehát nem tudom kinyitni. Jó, oké. Tényleg nem tudom, mit görcsölök, mert... Hát azért váltok, mit görcsölök a francokat. Tehát egy csomó kocsi van, amit meg lehet venni. Ki tudja, hogy még mik lesznek, amiket meg lehet venni. Akár kurva jó fegyverek, értedek, bármi. Pláne ilyen implantok. És... tehát basszus, azért oda kell figyelni, gyűjtögetni kell a cuccokat, és vagy eladni, vagy szétszedni. Tehát azért igenis görcsöljünk. Mert aztán azt fogom észrevenni, hogy így kifogytam a pénzből a lapsot. Tehát cellákban. There's a switch to the right. Use it. My right or your right? My fucking right. Mit csinál ez? Ki vagy? Barges megtorló. Pressed it. Nothing happened. Fucking grown ass man can't open a fucking door. Mit bénáznak? Mit bénáznak? For Christ's sake, there's a switch. Mielőtt még el nem felejtem. Pingelés. Right, use it. My right. Gyerekek, ennyi. My fucking right. Megragadás, nem halálos kiiktatás, aztán ennyi. Miért kapunk több tapasztalati pontot? A megölésért? Vagy miért? Semmit nem tudok valamit csinálni. Nem mondjuk meg, hogy a nevem Vi. Miért? Te Charlie vagy Bill? Who's asking? Charlie or Bill? It's Charlie. So Stella did manage to find someone. Charlie a genyább, ugye, ha jól emlékszem. Okay. Let's try to get this open. Fucking slap this thing. Little help. Won't budge. Need your help. Ez mi ez, hogy kinyitod az ajtót és vissza? Vagy segítes Charlie. Mi ez? Ez mi akar lenni? Legyünk. Jó, amúgy is. Amúgy is, kusolja.
amúgy is akarok rakni a testre. És itt már jól írta ki, ugye nem úgy a valamelyik előző ajtónál. És nem mertem rárakni a testre, de most akkor igen, tehát kettőt rárakunk a testre. Ezt akartam, igen, ezt nem költöm el. És akkor jó, megvagyunk. Nézzük meg a másodikat, fiúk! Better step back! Ja, hogy lép hátrébb. Nem értem, mi értelme van ennek az egésznek. Jesus fucking Christ! I know. What the fuck? Hogy néz ki? Don't worry. Not my blood. The hell happened? Better see for yourself. It's just through here. Oh. What in the... Oh, baby. This is Bill. És te ki vagy? Ő a... akit behoztak a... A tolvaj. Holttest. Várjátok, holttest. Who's your friend? Who, me? Just told you, I'm Bill. Thanks, Bill, got that. No, I mean the dead fucking body on the table you somehow failed to mention to Stella. We didn't kill him, okay? We swear. Let's see. Two blood-soaked dudes locked in a room with a gutted corpse. Yeah, real puzzler. Bet it'd take ages for a detective to unravel this one. Go on. Tell her about your genius idea. My idea? You're the one who set up the deal with Dodger. Plan was rock fucking solid. If only you didn't leave a bag of drugs in front of a junkie. How was I supposed to know he'd swallow it? Milyen drog? You said drugs? Valami fehér por, vagy mit mondtak. No, you. I swear to fucking God. Went like this. Chum over here clips Dodger's shit. Hightails it to NC. We catch wind, Dodger's put out a bounty to bag him. Bring back his nose candy. Bump right into him during a routine stop. Dumb fucking luck. Chum was carrying 7 ounces of sin coke, so we cuffed him. Kis took him here. Legyen ez kiváló rendőri munka. Exemplary police work, truly. So we're here waiting on Dodger when Bill plops the baggie on the table like it's nothing. All of a sudden, this gonk turd yells, "Fuck you, pigs!" and stuffs the bag in his mouth. Could have had a food tube implant. Like a deep, wide throat? Yeah, like the one your mom's got. Két balfasz. Fuck you even talking about, Bill. Miért nyelte le? Why would he do that? Makes no sense. Fuck if I know. It's not like he made a list of pros and cons. Bag must have broke because he got all foamy at the mouth. Started spazzing out and then just... croaked. That's when we started to panic. This fool gulped tens of thousands worth of Eddies. What the fuck else are we supposed to do? Stella kicked it all to kapcsolatban. Stella was right. You two are bona fide jackasses. We panicked, all right? Shit happens. It's all gone. Dissolved. And now Dodger's gonna end us. So you bring him the thief who swiped his dope. Only now, there's no thief. Or dope. Yeah. It's about the gist of it. You gotta help us get out of here. Akkor mozgás. All right. Let's get moving. Jó, csak ne rohanjatok. One last tiny thing. Came here in our squad car and igaz is, bazd. Kinda need it back. Jól van. Just keeps getting better. Where is it? In the garage. Gondoltam. To the garage we go. It's official, V. Finally made it to the major league. Yeah, league of first class lead hits, to be precise. Nagyon jó. Nice of you to join us, Johnny. Always value your input. Stella's gonna kill me if she finds out what we did. I'm a dead man walking. Know what you could use? What? A nice big pair of balls. Oh, cause you're such a tough guy? Not like you stutter in front of the cap every fucking time. Don't fucking stutter. Let us through here before. What was the code again? 2893? It was 2983. Idiot, it was 2893. Saw him punching. Go on. Didn't work. 2983. Opa. Fucking told you. Opa. Dodger's goof.
Ó, kamera. Kus. Pingelés és kikapcsolás. A Barges Törmesterrel meg nem tudom, mit csináljak. Vártok, amúgy... Hop, nagyon gyorsan el kéne döntenem. 12 másodpercre. Csináljunk neki egy rendszer összeomlást. Az a tuti, az biztos. Tovább ment. Nincs semmi. Elintézzük. Legyen nem halálos. Megnézzük, gyerekek, gyakorolni kell, basszus, mert nem megy. Hát az biztos, hogy... BDFF, hol van? BDFF. Szerintem akkor itt kéne elindulni, hogy BD. Mármint hogy ott majd ott lent BDFF 7A1C. BDFF. Hú, de benéztem! Hú, de benéztem, bassza meg. Így is jó, de benéztem. Teljesen rossz volt a látásom. Maradunk a 1C-nél, és akkor 55. FFF, ott már megvan. FFF. Jól van. Again? Come on, guys. Hey, this wasn't us, okay? Közben előre mentem. Dodger will drown us in eddies, Bill. The plan is foolproof, Bill. Trust me, I know what I'm saying, Bill. Shut up, Bill. So what if it's fucking Pacifica? What, too pussy to set foot there, Bill? Afraid of earning some serious scratch? Says the asshole who couldn't keep a bag in his fucking pocket. Nagyon, nagyon izélik egymást, szeretik egymást. Bart Mosátka, szerintem ez már volt. Nem is egyszer került elénk. Sőt, nagyon sokszor. Jól van. Szerintem ennyi. Ezt nem olvasom el. Na nézzük, mik vannak itt. Gond az ajtóval. A garázsajtó beszart, valami zárlatos lesz, ha áram alá kerül. Már szerint a vezetékek miatt, de ki a fasz tudja, bla 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 bla, jó. Aha, látunk valamit. Itt, ez lesz az. Felülbírálás. Jó, megvan. Tudom még mit akartam megnézni. Csak mindig elfeledkezek róla. Ahogy kocsiba ülünk, gyerekek, a adókat megnézzük. Kerültek be új adók. Na mi van? Mit csinált? Láttátok? Hát ez egy idióták, bazd meg. Hey, shit. Jézus. They're coming. Do something. Nyugi, mindjárt. Rendszer összeomlás, de... Értek, nem volt jó az előzőnél sem.
Megcsináltam neki. Ugye? Na mindegy, nem tudom. Shit! Sorry! It just fell! Egyszer csak leesett. Swear it wasn't on purpose! Vissza tudunk amúgy menni? Jó, azt szeressem, amikor így vissza tudok menni amúgy. Nem tudom, mi volt a baj amúgy ennél a csókánál. Tehát megcsináltuk a rendszer összeomlást és... semmi. Basszus, én meg lehet, hogy tüszenteni fogok, az lesz még a szép. Ott itt van! Fölvettünk valami képzettségi szilánkot. Jó, oké. Banyek. Ilyeneket ne csináljon a játék. Nézzétek, ott van valami. Az, ott van valami basszus. Ez mi a... Googoljunk le. Machete. Nem fogjuk használni. Na! Még az lesz a csoda, ha basszus beragadok valahova. Sűrűvelő. Jó, ennyi. Oké. Csinálok egy pingelést. Még hárman vannak. És elég szépen össze vannak állva. Azt nem tudom elintézni, azt tuti. Ezt talán. Ugye elég necces. Megragadjuk. És gyorsan, nem halálos kiktatás. És megyünk a másikhoz. Jaj, nem tudok átmenni. Halálos. Vagy nem halálos. Ez 200, ugye 200 pontokat kapok. Most már látom. Nem tudom, hanyatszem ura. És akkor most csinálunk egy megölést. Ugyanúgy, tök mindegy. A fejvadászra megy. És ennyi. Serious scratch to be made in wieners. Oh, screw you, Charlie. Screw you. Come on, let's get the hell out of here. Hát nekik együtt kell lenniük. Mondjuk előbb-utóbb kinyiratják egymást. Ó, basszus. Menj be a garázsba. Our squad car is right through here. És itt már nincsen ellenfél. You do have them, don't you? The keys. A kulcs. Wait, don't okay. Tell me you left them upstairs. Kill, Chum. Got them right here. Két ilyen basz... Hoppáj! Bazd meg, de megijedtem, te hülye állat! Kurva élet. Fú, gyerekek, hagyj! What are you looking at? Buzz back. A welcoming party. Na, itt van Dajjel. Szállj szembe Dajjelrel. Nem tudok vele semmit sem csinálni. Oh, I'm out early. We can explain. Quiet. You I don't know. Kid. Érdekes, hogy őt sem engedi. Kus, téged nem ismerek, bemutatkoznál? Fogalmam sincs, mit keresek itt? Azért bérezek, hogy segítsek, hát mondjunk igazat. Got hired by these two to help. Oh, they look like they could use a hand, all right. One thing I can't put my finger on, though. What's that you got on your faces? A little gay. Na, most már van. Run out of napkins? Yeah, well... no, not us, per se. You any better at speaking full sentences? There was a shootout. A guy got hit. Was bleeding out fast. After that, brought your stuff here. Left it all upstairs. So, it's all good. Another smooth talker. All right, third time's a charm. Is he spinning yarns? It's all true.
Happened exactly as Bill said. That's unfortunate. See, I really don't like being made a fool of. Boys. Eat shit, psycho! Basszus. Erre nem számítottam. Mozgás tönkretétele. Jó. Rövid zárlat. Safe to come out. Dodger ain't breathing. Is it over? Yep. Nothing left but to hop in your ride, flee the scene. Kicsit gyorsan történtek a dolgok. Thanks. Kicsit gyorsan történtek. Yeah. Hey. Thanks again. Okay. Jó, hát ha eljut minket a gép. Tell him we're back. Wait. I'll get Stella on the hollow first. Menj az anyádba. Mi van? Jó, gyerekek, ezt vissza fogom tölteni. Játék betöltése. Úgyhogy volt egy ilyen automatikus mentésünk. Hát ezt vissza fogom tölteni. Ott volt cucc. Méghozzá valami... legendás, értitek? Basszus. Visszatöltöttem az állást, fiúk. Nem tudom, hogy marad-e. Lehet, hogy marad. Lehet, hogy marad. Jó, ez csak pár perc. Gyorsan átpörgettem a... párbeszédeket. Marad. Nem akarok itt följegyezgetni, hogy itt vágni kell. Láttátok, hogy mi a baj az egésszel. És most már nem érdek meg. Akit ez nem érdekel, az ugorjon bele, ennyi. Would you look at that? A welcoming party. How thoughtful. Greetings, fellas. Oh, am I early? We... Jó, ezt nem tudom átpörgetni. Quiet. You I don't know. Care to introduce yourself? Legyen ez most, jó? Name's V. Got no clue what I'm doing here. Honest. Mi lenne, hogyha ezt most így hagynánk, és azt mondom neki, hogy... rövid zárlat. Ez az, nem fogunk szarozni, így van. Rendszer összeomlás. Mindjárt megnézzük, hogy nálam mi van. Rövid zárlat, ennyi. Megvan. Nem! Bazd meg! Ez az, gyorsan. Yep. Nothing left but to hop in your ride, flee the scene. Sure you can manage that much. Thanks. Jó, mert ugye ők elindulnak, ugye? Így van. Jó. Nem szarozunk, basszus. Gyorsan fölvettünk minden, gyerekek. És nehogy elüssön a gép, ide állunk. Na, ez az. Szerencsé, hogy volt itt egy olyan jó gyors mentés, ami nem volt messze. Fogadás. V. So tell me, what did our boys in blue do this time? Ne is kérdezz. Swear to Christ, if someone asks me one more time. Prickly today, are we? I'll make do without details. If the client is happy, then so am I. Contract closed. Na, a szintet is léptünk. Kaptunk egy képességpontot is. Na, azt most már nagyon alaposan el kéne döntenem, hogy mire költöm. Jól van, fiúk. Megcsináltuk. Kis gond adódott. Kis bug volt. Eltűnt a csók. Érdekes, hogy viszont most nem tűnt el a holtteste, nézzétek? Ugye az előbb eltűnt, most meg nem. Jól van. Mehetünk is. Esetleg itt tudunk valamit kezdeni ezzel az ajtóval, nem?
Valahol... Nézzétek, érdekes. Valahol elhagytam egy cuccot, de most már szerintem nem enged visszamenni a játék, nem? Ha csak nem a bejáraton keresztül vissza tudok menni, de hát nem akarok, nem biztos, hogy akarok. A zöld cucc, tehát annyira nem drága, vagy nem értékes. Garázs. Tudja, hogy a... Hoppá, sikerült. Itt van. Annyira jó lenne, hogyha arra figyelnének itt a Cyberpunkban, hogy ha volt... Na, jó, akkor no probléma, akkor nem is folytatom tovább. Vissza tudunk menni az épületbe. Ugye nagyon sok olyan küldetés van és helyszín, amikor már nem tudok visszamenni az épületbe, és kurva jó lenne pedig szerintem. Ugye azok a ilyen lezárt ajtók. Jó. A lényeg, hogy ennyi. Vissza tudtunk ide most jönni. Na, váltok, erre menjünk. Oh, baby! Oh, baby! Ott hagytunk egy cuccot. Mennyi az idő? Basszus kulcs. Pont nem jól jön ki. Mert még ebédet kell csinálnom. De viszont, hogyha most abba hagyom, akkor az nagyon korán van még. Na jó, mindegy. Még itt valamit baromkodok, jó? Például akkor megnézzük a karakternél, hogy ezt az egy szabad képesség pontot, ezt esetleg itt az intelligenciánál el tudom-e bármi érdekességre költeni. Nem, az biztos, hogy nem érdekel engem. Ez sem talán. Ha egy ellenséges hacker célba vesz, ellen gyors hackkelést hajthatsz, ez viszont nem rossz. Ha az, amire én gondolok. Ugye volt egy párszor, hogy így elkezdtek így meghackkelni, meg illetve földeríteni a helyzetemet. Ez sem rossz, ugye? Pont amivel most gondom van így felfogásügyileg, hogy egy karakterrel csökkenti a hozzáférési pont meghekkeléséhez szükséges szekvencia hosszát. Volt olyan is, hogy alapból az elsőt már nekem nem kellett meghekkelni. -100% nyomkövetési haladás. Túlhúzás aktív. Ugye a túlhúzás, ez az a rész, ahogy ide kimegyek, és hogy a bal alsó sarkot megnézitek, akkor legutoljára van ugye nekünk a kiberdekünk, ami ha látjátok, hogy LB plusz RB. Az a túlhúzás. Ami azt jelenti, szerintem erről amúgy már beszéltem, de hát ha valaki nem tudja, vagy nem figyelte arra a részen, azon a részen. De aztán lehet, hogy ki tudja, hogy már én vagyok összezavarodva. Tehát, hogyha elfogy a RAM egységünk, akkor vészhelyzetként ezt a LB, RB-t túlhúzom, tehát aktiválom a túlhúzást, és újra tudok RAM-okat költeni. Bizonyos ideig. Na, ez a túlhúzás. Tök jó dolog, biztos, hogy lesz majd olyan szituáció, amikor majd érdemes lesz használni. Tehát ez jó. Menjünk ide vissza. Igen. Nem, a túlhúzás most egyelőre nekem nem kell. Csak okos fegyverekre hat. Nem. Okos fegyverek. Okos fegyverek. Várjuk, hogy technikai adottságnál mik vannak még. Basszus, nem rossz dolog ez sem. Mi az a sejtillesztő? Szedtünk most föl valami sejt akármi csodát.
feloldja a sejt illesztő kibervert a kültkaró rendszerhez. Techsebész klinikákon vásárolható meg és telepíthető. Ez mi? Pirománia. Aha, jó. Fú, gyerekek, engem most ez érdekelne, hogy ez mi is. Tudom amúgy, hogy szoktam ezeket csinálni, hogy mentek előtte egyet, aztán majd, hogyha nem olyan jó, akkor visszatöltöm, de most ilyenekkel nem fog szarozni. Hát gyerekek, én azt mondom, hogy inkább ez érdekelne engem, hogy mi a büdös rant ez. Jó. Jó. Legyen ő. Amúgy ahogy nézem, hogy... tehát, hogy... vissza lehet téríteni? Mindegyiket így visszamenőlegesen? Mindegyikre. Tehát nincs az, hogy időhöz van kötve, hanem ahogy nézem, mindegyikre itt van, hogy visszatérítés. Nézzük meg! És semmit? Ó, ez nagyon könnyű, ez nagyon gyermetek szerintem. Kaptunk megint egy képességpontot. Értek, ha jól láttam, még büntetés sem számol föl, tehát pénzt sem. Hát, ez így nagyon könnyű. Mert értek, erre valamiért ráraktam, mert jónak hangzik, de most lehet, hogy inkább másra költeném. Menjünk, várjunk a reflexek. Hú, basszus, ott nagyon az elején vagyunk. Ott nagyon az elején vagyunk, menjünk vissza ide az intelligenciához. És itt volt nekem egy olyan szintű dolog, például ez, vagy... Nem, a túlhúzásokat most hagyjuk. Vagy ez. Ez is, bocsánat. Nem, az nem. Vagy ez. Egy karakterrel csökkenti a hozzáférési pont, meghekkelésre szükséges szekvencia hosszát. Nézzük meg. Jó, tehát ez, de aztán még itt is van, még ez is. Jó, át lehet ezt nézni, hogy még mit lehet visszamondani. Mert itt van, visszatérítés. Ez itt túl könnyű. Ez itt túl könnyű, baszki. Semmi büntetést nem kapunk, semmi pénzt nem von le. Jajj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 
valami... Lehet, hogy elnézünk egy tech dokihoz. Nézzük meg a térképet. Hol van itt a közelben egy gyors utazási pont? Meg is van. Mert itt most ezt föl fogom használni, persze, nem akarok vissza evickélni. Ez micsoda? Ja, semmi eladás. Oké, azzal most nem fogunk foglalkozni. Megyünk Viktorhoz. Így hirtelen azt tudom, hogy ő hol van ugye? Itt van, nem? Hol vagyunk? Nem, még följebb, bocsánat. Itt vagyunk, és a Bradbury és Buren. Ugye ő lesz az? Na, tehát még itt csak baszakodok a játékkal. Na, már nem kezdünk neki semminek. És ja. És utána szépen nekiállom a... megcsinálom az ebédemet. Miért ellenséges a terület? A terület ellenséges. Kinek húzigálta meg itt a bajszát? Kinek húzigálta meg itt a bajszát? Malmström, azt mondja a gép, hogy ez a Malmström banda. Igen, basszus. Pedig ez egy kurva jó küldi, annyira jó. És mondom, úgy emlékszem, hogy nekem nem sikerült megcsinálnia.
YouTube végigjátás alatt. Hey Misty, happened upon some more murals. A little different, these can't say exactly how, just different. Amikor itt jártam Viktornál. Ó, oh, basszus, nem emlékszem rá. So I saw a hooded figure. Nem beszéltem erről a csajjal, nem voltam itt, és beszéltem vele. Devil Stealing's your area of expertise too? The King of Pentacles. Having dealings of your own with one who's built a rich, powerful realm through sheer determination. Someone like that. Dangerous, V. World looks different from atop a throne. Your reign is constantly under threat. Rather deal with satanic shit, honestly. Saying I gotta be on my guard? I'm not sure simple caution's enough. Bad fate's stronger than that. But follow your heart, I always say. Even in defeat, you'll remain true to yourself. Thanks, Misty. I guess. Still gotta wrap my head around this. Azt tudom, hogy mondtam valamelyik videóban nektek, hogy a régi alapja érdekes. Szerintem voltam én itt és beszéltem vele, mert itt van, tehát hogy nem tűnik el. How's biz, Misty? Jó, hagyjuk. Boomin? Na és akkor ugye nála is van egy ilyen hasonló szobor, mint amit látunk a téren, de van még a mi lakásunkban is ilyen szobor. De ez lehet, hogy teljesen másra utal ez a szobor. Hiába szkennelem, de semmit nem csinál. Jó, oké, menjünk. Menjünk Viktorhoz, és most megpróbálom kinyomozni, hogy mi ez a sejtillesztő valami. Was thinking about swapping some chrome. Got any new toys? Have a look. Valamit, hogy a kültakaró rendszerre lehet még pluszba fölrakni. Lehet, hogy, tehát, hogy nem erre ezen belül, vagy erre rá, hanem igen, tehát nézzük meg. Van egy olyan, hogy sejtillesztő ellenhé. Hát ez nem sejtillesztő. Távolvéd, semmi, megint. Én nem látom, hogy itt lenne bármi is ilyen gyereke. Ácsi, nanobevonat, teknőpáncél, védelmi kov, fájdalomszabályzó, sejtillesztő, itt van. Ötödik fokozat, sejtillesztő, technika adottság, szinergia, robbanás, blablabla, mi van akkor? Ugye ezt a kapott sebzés 30%-át folyamatos sebzéssel alakítja. Amúgy ez nem rossz. Páncél. Nem tudom használni. Mi az a 24-es? Ez az, hogy nem-e itt van valami? Fejvadász, hacker, shinobi, szóló, tehát itt kéne nekem valamit elérni? Was thinking about swapping some chrome. Got any new toys? Have a look. Látjátok, hogy 24. És azt még akkor nem tudom. Azt még följebb kell srófolni? Következő. Plusz 9. Plusz 20. Ez lehet, hogy akkor inkább úgy kell érteni, hogy a maximumot elértük. Plusz 20, jóval fölötte vagyunk a határnak, így, hogyha ezt beszeretném rakni. Plusz 24,
Plusz 9. Igen, látszik, 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 bizony. Plusz 12. Hát, hogy jóval fölötte vagyunk. Jaj, jóval fölötte vagyunk. Ki se lehet cserélni, semmit nem lehet csinálni, ez még rosszabb. Jó, akkor ezt valahogy meg kell találnom annak a lehetőségét, hogy ezt még mindig följebb vigyem. Most gondolom én, srácok, hogy ha ilyen hosszú a skála, akkor ezt még följebb lehet vinni, értitek? Most ugye 240 per 248, így van. De hogyha ilyen a hosszú a skála, akkor ezt még talán följebb lehet vinni. Jó. Oké. Megvan minden, csak nem tudok vele mit kezdeni. Meg nagyjából nem is akarnék az a helyzet. Az a baj, hogy nem tudom, mert igazából a páncél is jó, meg az a másik is jó. Akartam még valamit... kocsi! Megnézzük így a videó vége felé. Megnézzük a videó vége... Ácsi. Ez már volt. Emlékszem. Ide hívom a kocsit és a rádióadokat megnézzük. Áll mögöttem egy kocsi. Jó, akkor félreállunk, basszus. Nem mondják azt, hogy bunkók vagyunk. És hol van a rádió? What? RB. És ha nyomva tartom, aha, itt van. Nem tudom, melyik az új, amúgy fingom sincs, nem emlékszek arra, hogy melyik volt már meg. De talán ez a Vexel Storm nem rémlik, hogy ez lett volna. A Pacific Dreams talán rémlik. Hát nem tudom, tényleg nem tudom. Ezek rémlenek. Night FM, Samizdat, Ritual FM. Talán ez is. Ez nem rémlik. Jó, abszolút ilyen dark szintis cyberpunkos zenék vannak eddig. Ez sem rémlik. Azt sem tudom amúgy, hogy hány rádióadó van. Lehet, hogy utána kell nézni a patcheknél, a patchnotoknál, hogy hány új rádióadó került bele, és azok micsodák. Mert tudja, hogy írják. Jó, az nekem annyira nem tetszik. De az a büdös helyzet, hogy ez sem rémlik. Elég ilyen jó kis gengszteres. Ez rémlik szerintem. A mororok. Ez sem rémlik. Ez így első hangzás, ilyen japános, távol-kelet is. Aha. Mintha ilyen japán pops adót hallgatnék. Ez sem rémlik. Biztos ilyen öngyilkossági zenék nyomnak, tudjátok. Ilyen nagyon hangulat rombolott. Nem tudom, sokkal több alaprádió volt benne szerintem a játékban, de hogy most melyik az új, tényleg azt nem tudom. De vannak újak. Ez a Samizdat, ez nekem rémlik. Nem is hallok semmit.
Lehet, hogy pont jogvédett zenét nyomnak? Ugye be van kapcsolva a jogvédett zenék letiltása. Az nekem be van rakva. Jó van, fiúk, hát akkor legyen egyelőre úgy, hogy nem tudom, hogy legyen ez. Legyen ez. Kurva jól néz ki ez a kocsi amúgy. Egy élőben is elfogadnám, mondanom sem kell. Mit fogunk viszont csinálni, fiúk? Mennyi helyünk van a hátizsákba, azt nem figyeltem. Ó, nagyon sok, látom, 290x458, tehát még nem kell eladnunk semmit. Tudom. Bocs, még valami eszembe jutott, az pedig, hogy térkép. No, fiúk, tudjátok mit? Úgy döntöttem, hogy én ezt kivágom, ezt a bénáskodást itt a végén. Tudja, hogy azt benne hagyom, hogy mi volt a cél. Egyszerűen nem találom most meg, hogy melyik rohadt árusnál van. Még az is lehet, hogy olyan árusnál van, akiket én most végigvizsgáltam, de nem mindegyik helyszínen van, vagy nem, hogy mondjam, tehát nem mindegyik ugyanolyan árusnál lehet azokat megvenni, a legendás összetevőket, hogy bármilyen összetevőt vásároljak. Még ez jutott így eszembe a memóriámból. Jó? De az a lényeg, hogy én ezt a bénáskodást is kivágom. De ennek így nem volt értelme, és ezt ne nézze végig senki. De csak annyi történt, bocs, hogy megpróbáltam azt megkeresni, hogy melyik árusnál tudok venni legendás, epikus, stb. Ilyen összetevőket. Tudom, hogy régen lehetett olyan árus találni, akinél volt. És egyszerűbb így megvenni, rászánom azt a pénzt, mint hogy így szétbontsam a puskákat, meg a fegyvereket, mert igazából plusz 7, értitek? Tehát túl sokáig tart. Jó, oké. Tehát így ennyi a lényeg, és akkor csinálunk egy új mentést. Még mindig. És kilépünk a főmenübe, és én most már végeztem egy picit a játékkal. Megyek, csinálom a kajámat. És ezt meg odaírom, hogy a végén vágni kell. Aztán talán eszembe jut. Illetve még úgy szoktam csinálni, hogy miért kell vágni, hogy eszembe legyen. Mert el fogom felejteni. Tudjátok, mire sorra kerül ez a felvétel, hogy megvágom, meg lekódolom, addigra elfelejtem. Jól van. A következő részben csináljuk a mellékküldiket, de hogy most az felkiáltó jeles lesz, vagy az a sárga, hogy mennyi ide és ki tudja mit találhat, azt még majd meglátjuk, jó? Tehát még nem fogom a főküldit csinálni. Aztán szépen lassan azt felfüggesztem, és elmegyünk a kutyaverembe. Ott még vissza kell menni, és szét kell nézni jobban, illetve ugye akkor ott is vannak küldetéseim. Rendítsek? Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!